Egy évvel ezelőtt jelent meg a sajtóban az a hír, hogy Pécsett a volt Mandulás kemping helyén luxus lakóházakra adhat ki építési engedélyt az önkormányzat. Erre akkor egy online petícióval hívta fel a lakosság figyelmét Kővári János is. Ezt közel 1500-an írták alá, tiltakozva a lehetséges építkezés ellen. Most egy sokkal kedvezőbb helyzet előtt áll a város. Arra gondoltunk, hogy miután a városnak lesz lehetőség az önkormányzatnak pályázati úton felújítani majd a meccsek különböző ilyen, mondjuk úgy, hogy rozsda helyszíneit, tehát már nem használt helyszíneit. Ezért itt a Mandulás kempingre vonatkozóan is szeretnénk meghallgatni, hogy a pécsiek milyen ötletekkel állnak elő. A Mandulás mellett a Vidám Park területe is téma volt az ötletbőrzén. Gyógynövény geocaching, borváros és mecseki családi akciópark elképzelése fogalmazódott meg. Meghívást kapott a rendezvényre Závodszky Szabolcs, a Dunadráva Nemzeti Park igazgatója is, aki kérdésünkre elmondta, hogy mind a két terület helyi védettség alatt áll. Így olyan megoldást tudnak csak támogatni, amely megőrzi a terület természeti értékeit. Szerintem a korábbi hasznosítás az ilyen volt. Ilyen volt a kemping is, és valamikor ugye ilyen volt a Vidám Parknak a területe. Tehát valamiféle ilyen ökoszemléletű fejlesztés, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen támogatandó, akár egy tanösvény, akár egy olyan kemping, ami megőrzi az itteni természeti értékeket, és mondjuk szervesen illeszkedik a tájvédelmi körzethez is. A meccseknek ez a déli területe természetvédelmi szempontból az egyik legértékesebb. Az Összefogás Pécsért Egyesület várja a lakosság véleményét a két érintett területtel kapcsolatban. Az összegyűjtött ötleteket megfelelő módon fogják benyújtani a városvezetés felé, hogy ezzel is segítsék a megvalósulását a majdani beruházásoknak.